Gyógyszerészek világnapja, Lurkó köszöntő, megkezdődött a fűtési szezon, erdőtelepítés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 21-én 18 óra 5 perckor. A karcagi Betánia gyógyszertár is csatlakozott a Gyógyszerészek világnapjához. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöksége országos és megyei színhelyeken és médiacsatornákon keresztül kívánja felhívni a lakosság figyelmét a gyógyszerészi szerepvállalás fontosságára. A gyógyszerészek gondoskodik önről, mottóval mutatják be a gyógyszerészi hivatás szakmaiságát, emberközeliségét és elkötelezettségét az egész család egészségének megőrzése és szükség esetén a betegségek mielőbbi gyógyítása területén, az egészségügyben dolgozó társszakmákkal együttműködésben. Dr. Szalai Lászlóné, Dr. Szabó Anna elmondta, a Betánia gyógyszertár többnapos rendezvénysorozattal készült a lakosság és a szakemberek képzésére. Tulajdonképpen még a jövő hét, az egész jövő hét még ezeknek az ismereteknek átadása beszélgetés formában fog történni, és mindenki kap egy olyan labdát, ahol kipróbálhatja azt a nyomási technikát, azt a kéztartást, ami az újraélesztés mozzanatához szükséges. Első nap a Teva céggel közösen a Te vagy a hős elnevezéssel a patika dolgozóinak és a meghívott intézményvezetőknek, civil szervezetek képviselőinek tartottak előadást az életmentésről, majd egy labda segítségével, az gyakorlatban is megmutatva. Előadónak meghívtunk három személyt. Itt van velünk Szelezsán Szilvia, orvoslátogató, kollega, aki a Teva gyógyszergyár képviseletében van jelen, és ugyanígy a Teva gyógyszergyár képviseletében Antal Éva patika látogató. Meghívtuk még Karcagról Ábrahám Istvánnét, a karcagi Városi Vöröskereszt elnökét. Ő mint gyakorlati oktató. Tulajdonképpen országos kampányként igyekeznek a lakosság széles körében általában elterjeszteni az újraélesztés technikáját. Egyszerűen a gondolatot, hogy segítsünk másokon, ne forduljunk el, ha baj van, hanem a legapróbb segítség is segítség, de adott esetben, amennyiben olyan a sérülés jellege, vagy észrevesszük, hogy leállt a légzése, a keringése egy embertársunknak, akkor legyen erőnk, és legyen valamennyire képzettségünk is arra, hogy addig, amíg szaksegítséget nem kapunk, amíg mentő nem jön. Hogyha olyan a helyzet, és hogyha a legapróbbat is tudunk segíteni, akkor már az is hősnek nevezhető. Tulajdonképpen a szervezés kapcsán elgondolkodtam mai nap, és hogy a családunkban történt-e már ilyen. Tulajdonképpen nagyon pici módon történt, mert a fiatalabb lányom, amikor olyan 10 éves volt, otthon volt a 86 éves nagynénivel, aki leforrázta magát forró olajjal. És a gyermek beparancsolta a fürdőkádba, és hűtette a combját, ami nagy területen megégett. És úgy szólt nekünk telefonon. Tehát tulajdonképpen ez nagyon, a segítés az nagyon sokrétű lehet, és hát nagyon-nagyon meg is hatódtam, ahogy visszaemlékeztem, hogy tulajdonképpen ezt annyira széles körbe el kellene juttatni, és igény is van erre. A mai nap tulajdonképpen a mi patikánk dolgozóinak a képzése folyik, de hívtunk még meg néhány óvónőt, pedagógust, aki a mai napon el tud jönni, meghallgatja az előadást,
tud megnézni egy filmet, és gyakorlati oktatást is, amit Ábrahámné Erzsike majd Ambu babán bemutat. A hét többi napján Ambu babán a patikában a gyógyszereikért érkezők is kipróbálhatták Ábrahám Istvánné a Vöröskereszt karcagi elnöke segítségével a szabályos újraélesztést, a gyógyszertár munkatársai pedig ingyenes szűrővizsgálatokra várták a lakosokat. Szeptemberben 25 kis óvodás kezdte meg az óvodai életet a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti tagóvodájában. Az édesanyjától való elszakadás minden óvodát kezdő kisgyermek számára nehéz, de az óvónénik szeretete, türelme és kis ovistársakkal a közös játék könnyíti azt. A kicsiket Lurkó köszöntő keretében fogadták Csokona is ovissá. Benéné Kecskeméti Anna tagóvoda vezető köszöntője után egy kis műsorral lepték meg az új társaikat az ovisok, majd az óvónői énekkar adott műsort. A programunkban szerepel, hogy az óvónénik egy csokrot adnak elő, egy népdalcsokrot, nem csak népdalokat, hanem őszi dalcsokrot fogunk bemutatni. Ezen kívül a Katica csoportos gyerekek pedig Almabál címen egy kreatív játékot fognak bemutatni. Aranyos kis játék, nagyon élvezték, mikor készültünk rá. Tudják, hogy ezzel ajándékozzuk meg a kis csoportosainkat. Ezt követően a most beíratott kiscsoportos kisgyermekek édesanyjukkal átléptek egy feldíszített jelképes kapun, az óvoda kapuján. A kicsik megkapták óvónéniüktől a csoportjuk jelét is nyakláncukon, majd kezdetét vette egy közös játék. Óvodánkban egy hagyomány, hogy az ideérkező kiscsoportosokat és szüleiket az óvodánk nagy közösségébe befogadjuk. Úgy fogadjuk be őket, hogy meghívjuk egy ünnepi alkalomra, és ezen az alkalmon egy kis műsorral is megajándékozzuk őket, és a szülők a gyerekekkel átbújnak egy szépen feldíszített kapu alatt. A nagyobb óvodások Pincésné Sós György népi iparművésszel csuhé babákat, míg Tyukodi Lászlóné gyöngyfűző ékszerkészítővel nyakláncot fűztek a gyerekek. A mai alkalommal Pincésné Sós Gyöngyi és Tyukodi Lászlóné Marika fognak kézműveskedni. Gyöngyi szokásához híven nagyon szép kis csuhé babákat szokott készíteni, és Marika pedig gyöngyékszert fog készíteni, amit szintén szoktak élvezni az ide látogatók. Ezen kívül a kolléganőim is készültek kézműveskedéssel, készítenek nyakláncokat tésztából, ezen kívül sünit, az is nagyon kis kedves ajándék lesz a gyerekek számára, és karkötőt a gyerekeknek. A délutáni jó alkalom volt a szülőknek az egymással és az óvodával való ismerkedésre is. A fűtőberendezések karbantartására figyelmeztet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a hivatalos fűtési szezon kezdetén. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Karcag Televízióhoz eljutatott közleményében felhívta a figyelmet, hogy a fűtési szezon kezdetén minden olyan ingatlanban, ahol a gázkazán szolgáltatja a meleget, a tartós üzembe helyezés előtt elengedhetetlen az égőtér és a hőcserélő tisztítása. Ellenkező esetben a por ráéghet a hőcserélőre, emiatt a kazán hatásfoka romlik, tökéletlen égés jön létre, mindenhez előbb-utóbb a kazán leállásához, rosszabb esetben akár szénmonoxid mérgezéshez is vezethet. Tegnap begyújtottunk, úgy éreztük, hogy annyira lehűlt az idő, hogy amikor itt ülünk, vacsorázunk, tévét nézünk, akkor már hűvös van arra. Mindig a hőmérséklettől függ, eddig ragyogó szép őszünk volt, mondhatjuk azt, hogy vénasszonyok nyara, ami kellemes volt számunkra, és reméljük, hogy lesz még ilyen idő az idén. Nem szoktuk levenni, állandó hőmérsékleten van, hisz nem dicsekvésként, de energetikusi, felsőfokú energetikusi végzettségem is van, és tudom, hogyha folyamatosan állandó hőmérsékleten tartjuk, akkor sokkal jobb a hőérzet is, sokkal kevesebb az energiafelhasználás is, mintha kibekapcsolgatjuk. Továbbá arra is felhívták a figyelmet, hogy a vegyes tüzelésű kazánok esetében tilos háztartási hulladékkal, lakkozott festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsájtanak ki, és ezzel károsítják a környezetet, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását is.
A kémény belső falára lerakódott vastag korom és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ami a lakást hűzhöz vezethet. A lakásban célszerű felszerelni szénmonoxid érzékelőt és füstérzékelőt is elhelyezni, mert egy időben jelző berendezések emberéleteket és anyagi javakat menthetnek meg, írták közleményükben. Megkezdődött az erdőtelepítés Karcag határában. Molnár Pállal, a Városgondnokság vezetőjével készült helyszíni tudósításunk következik. Itt vagyunk Karcagon az Akácos úton, Molnár Pált, a Városgondnokság vezetőjét kérdezzük, milyen munkálatok kezdődtek most meg itt a város határában? Mögöttünk látható egy éppen szántás alatt lévő terület, amelyen egy-két évvel ezelőtt még egy nyár erdődísz lett, de az önkormányzat, hogy rendelkezik 100 hektár erdőterülettel, ennek egy szigorú üzemterme van, és az üzemterv szerint ezt az erdő részletet tarvágással le kellett vágni, és utána újra kell telepíteni. Ennek a telepítésnek a talaj előkészítési munkálatai folynak. Tavasszal történt meg a tarvágás, akkor letermeltük az erdőt, a fát részben értékesítettük, részben betároltuk, majd a tuskókat kiszedtük egy tuskó kiszedőgéppel, elvégeztük azokat a talajelőkészítés megelőző munkálatokat, amelyeket ilyenkor el kell végezni, hát itt nagyon sok kézi munkaerőt is igénybe kellett venni, de szerencsére most ősszel odáig jutottunk már, hogy föl tudjuk szántani a területet, elmunkáljuk még egy tárcsás elmunkálással majd a szántást, és utána kezdődhet a telepítés. Csemetéket honnan tudják biztosítani? Azt erdőgazdaságokból és vállalkozóktól tudjuk megvásárolni, akik ezzel foglalkoznak, erre vannak szakosítva. Az ország különböző részeiről tudjuk beszerezni, természetesen árérték arányban mindig a legkedvezőbbet választjuk ki, de itt a mögöttünk található 1,6 hektáros erdőbe tölgy telepítés fog majd megtörténni, ami bízunk benne, hogy 50-60, akár 80 évig is szépen fog díszleni. Most az erdőtelepítés milyen forrásból tud megvalósulni? Az erdőtelepítésre erre külön pályázati forrás nincs, itt abból kell finanszírozni az erdőnek az újratelepítését, ami bevételt realizálni tudunk a letermelt fából. Elegendő pénzt szokott kitermelni az erdő ahhoz, hogy újra tudjuk telepíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!